Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Szexárdi szüreti napok, 4 napon keresztül színes programkavalkáddal készülnek a szervezők. Hegedűs Endre adott koncertet a Művészetek Házában. India egy ősi, rendkívül színes, kulturálisan gazdag ország. Szeptember 14-e és 17-e között rendezik meg Szexárdon a szüreti napokat. A szervezők színes programkavalkáddal készülnek a 4 napon át tartó rendezvényre, amely egyébként kulturális és gasztronómiai élményekben is bővelkedik majd. Szeptember 14-én kezdődik Szexárd egyik legjobban várt, hagyományosan már több évtizede megrendezésre kerülő eseménye, a szüreti napok. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója azt mondja, az elmúlt évek számos nehézséget hoztak, ezért idén rengeteg időt és energiát fektettek a rendezvénybe annak érdekében, hogy minél élvezetesebb legyen ez a 4 nap a látogatók számára. 4 napon át csütörtöktől vasárnapig Szexárd a legszebb arcát fogja mutatni, megvalósul minden olyan elem, ami ezt a rendezvényt az ország legkiválóbb fesztiváljai közé emelték hosszú évek munkája során. Újra a teljes pompájában kerül felállításra a Borudvar, mellett az Ízek utcája Béla Király téren, nagy színpad várja szintén a Béla Király téren a szórakozni vágyókat, mellette színházi előadások, gyerekeknek, fiataloknak szóló kerékpáros program, kiállítások, koncertek, körülbelül 39 olyan eseményt tudnánk felsorolni, amely a társrendezvények nélkül értendően azt gondolom, hogy nagyon széles kínálatot mutat. A jelenleg a Tolnai Vármegye székhely központjában zajló Zöld Város projekt miatt idén több változás is lesz a szüreti napok helyszínét illetően. Mindannyian látjuk, hogy épül-szépül a belváros a Zöldváros projekt kapcsán, de mivel október végén fejeződik be ez a munka, ezért a szüreti napok egyik fesztivál helyszínét, konkrétan a Vidán Parkot és az étkeseket, árusokat egy másik helyszínre kellett áttelepítenünk. Így megköszönve a városlakók türelmét és toleranciáját, még több közlekedési nehézséggel találkozhatunk ezekben a napokban. Az August Imre utcától a Skála áruházig több napon át a forgalom le lesz zárva, ugyanis erre a területre fognak kitelepülni az árusok, a Vidán Park és a sok-sok kiváló kézművesünk. A piactér újra benépesül, a Pünkösdi Fesztiválon kipróbált fesztivál helyszín még gazdagabb programmal várja az oda érdeklődőket. Tudjuk nagyon jól, hogy okoz problémákat, feszültségeket az a tény is, hogy itt lesznek belépőjegyes koncertek. Erre azt szeretnénk mondani a kedves fesztivál látogatóknak, hogy olyan nagyságrendű költségvetéssel épül fel most már egy ilyen rendezvény, hogy bizony a bevételek is fontos szerepét kell képezzék egy ilyen fesztiválnak. Az önkormányzat és a szponzorok támogatása mellett számítunk itt is azokra a lokálpatrióta és megértő polgárokra, akik úgy gondolják, hogy máshol, más városban, más fesztiválokon is természetesen fizetős programokkal is találkozhatnak, de éppen ezért alakítottuk ki ezt a 2 színpadi rendszert, hogy a Béla Király téren a Borudvar hangulatához, az Ízek utca hangulatához méltó módon nagyon változatos, minden kulturális igény kielégítő program lesz, világzene, jazzzene, rockzene, retrokoncertek, népzene, a szüret szépe választás, ott lesz a hivatalos megnyitó péntek este, és legnagyobb örömünkre idén garantált a jó idő, hogy a szüreti felvonulás is újra a régi pompájában szombaton 15 órakor a Béla Király térről indulhat. Egy kis változás azonban a felvonulás útvonalában is lesz. A Bezerédi utca aljára érve ezúttal jobbra fordulunk a kórház irányába az útlezárások miatt. Ez volt a megfelelő útvonal, ahol a nézők is az úttest két oldalán a járdafelületen láthatják a gyermekeiket, családtagjaikat, a gyönyörű színpompás ruhába öltözött felvonuló tömeget, és egészen a kórházig tart majd ennek a felvonulásnak a menete. Azt gondolom, hogy ezen a szakaszon is látható lesz, hogy az a több ezer ember, aki erre készül, aki ebben részt vesz, az mind-mind a város jó hírnevét és a fesztivál színvonalát fogja öregbíteni, emelni. Az útlezárások egyébként már szeptember 12-én kedden elkezdődnek. Először a Szent Gáli Gyula utcától egészen a Szent László utcáig.
A Béla Király téren is már hétfőn kezdődik a színpadépítés, kedden oda is érkeznek a boros pavilonok. Megpróbálunk a Béla Király tér és a Bezerédi utcában a maximális tekintettel lenni az ott közlekedőkre, ezért forgalom irányítás is zajlik a közterületfelügyelő kollégák segítségével. Lesznek időszakok, amikor sajnos az építés miatt rövidebb, hosszabb időszakra nem lehet majd közlekedni, akkor terelőútvonal a Munkácsi utca, illetve a Szent László utca felé tudnak haladni, de nem lesz egész napos lezárás, úgyhogy a forgalom irányítók utasításait próbáljuk meg követni, betartani. Minden azért van, hogy a lehető leggyorsabb idő alatt flottul épüljön fel az egész fesztivál helyszín, és csütörtökön 14 órától várhassa a vendégeit. A szekszárdi szüreti napok tehát szeptember 14-e és 17-e között kerül megrendezésre. A négy napos koncertekkel, folklór és gasztronómiai programokkal tarkított rendezvénysorozaton természetesen több mint 30 helyi és környékbeli borászat is képviselteti magát. 15 pavilonnal készülünk a Béla Király téren, ez összesen 32 borászt, illetve pálinkaházat jelent, konkrétan 28 szekszárdi borvidéki borász települ ki, két tolnai borvidéki, illetve két pálinkaház is színesíti a kínálatot, a hagyományos módon a Béla Király téren karéval elhelyezkedve, 5 étterem, az Ízek utcája képviseletében a szekszárdi kerekasztal, vendéglátó kerekasztal tagjai, és az útlezárásokat egyrészt a Facebookon, közösségi felületeinken, Babits Mihály Kulturális Központ, szekszárdagora.hu oldalán, a most megjelenő programfüzetben nagyon részletesen tártuk a lakosság elé. Alapvetően ilyenkor tényleg azt tudjuk csak kérni, és megköszönve a türelmet, hogy próbáljuk meg ezt a néhány napot közösen jó hangulatba eltölteni, és ne a nehézségekre helyezzük a hangsúlyt, hanem alkalmazkodjunk mindannyian ilyenkor a közlekedési nehézségekhez, azokhoz a problémákhoz, de amikor meglátjuk majd a saját gyermekeinket gyönyörű néptáncosként felöltözve, vagy egy finom pohár borral, üdvözölhetjük a régen látott barátainkat, hazatérő rokonainkat, külföldről hazatérő diákokat. Ez egy nagyon-nagyon örömteli esemény ilyenkor, hogy ezt a programot mindenki magáénak vallja, és nagyon büszke rá, hogy hosszú évtizedek óta minden évben megrendezésre kerülhet. Vajon miért látogatják olyan sokan visszatérően Hegedűs Endre zongora művész előadásait, akinek pályája 47 éve alatt csak Budapesten több mint 190 alkalommal volt mindig nagy sikerrel visszhangzó koncertje? 3800 fellépés jelzi zenei útját itthon és külföldön. A titok abban van, amit ő maga a szépség szolgálatának nevez. Szeretettel osztja meg azt a túláradó örömöt közönségével, ami nála túlcsordul, mint mondja. Újra megtelte a szekszárdi művészetek háza. Ez alkalommal Hegedűs Endre, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész koncertjét élvezhették a résztvevők. A zenész most Chopin darabjait hívta életre, tiszta volt, mint egy Könycsepp című előadása során. Egy Könycseppnek mindig van érzelmi tartalma. És én azt mondanám, hogy Chopin mindig őszinte volt. Minden hangja, amit leírt, az ő lelkének a valamilyen módon való lenyomata, vagy tovább élése, továbbadása. Ha belegondolunk, hogy régóta már elköltözött erről a világról, és leírt művei mégis a kotta fejekben úgy maradtak meg, hogy az emberek százmillióinak okoz hatalmas örömet, hogyha egy művész megfejti ezt a kódrendszert, ami a kotta, és hozzáadja a saját szíve érzéseit, melegét, és oda ajándékozza a közönségének. Hát ez az én életem, és ma este is abban reménykedem, hogy valóban sikerül ajándékot adni a közönségnek. Elvinni őket egy csodálatosan szép világba, ahol igazság van, és szépség van, és tisztaság van. Ebben az értelemben gondolom én ezt, de ez a tiszta volt, mint egy Könycsepp, egyik barátjától maradt ránk, aki még Chopin halála után rövid idővel ott a lakásban
gyászolva, szomorkodva ejtette ki ezeket a számomra gyönyörű szavakat. Nagyon jellemző Chopin. A műsornál a mindig hosszas válogatás eredménye és kell egy szép gondolat, amelyre felfűzhetők az est darabjai. A mesterművek végtelen sorából szíve szerint kiválasztott és lelkesedéssel, lángolással megosztani kívánt program bízton megtalálja az utat a hallgatók szívéhez. Tücsök és bogár mondanám, de hát ugye Chopin arról volt híres, hogy a legkülönbözőbb, mondjuk így műfajokban gondolkozott, és mint romantikus szerző, ezernyi érzelmet fejez ki, akár ugyanabban a műben is. Belegondolok még egy Chopin keringőben is, hányféle csodálatos, hogy mondjam, megoldás van, és dallamok, tömkelege, olyanok, amik az emberek szívét megragadják. Tulajdonképpen az emberek azt mondják, hogy olyan mindegy, hogy melyik Chopin mű szól, csak szóljon. És azt mondanám, hogy így világszerte a zongoraművészek repertoárján döntő többségben szerepel ez a szerző. Egyszerűen azért, mert a közönség is nagyon igényli ezt a fajta tisztaságot, és ezt a fajta, hogy mondjam, a zongorának az a fajta kezelése, mint ahogy egy szerelmes ifjú néz a kedvesére, és aggat rá beceneveket. Emlékszem, amikor Katicával együtt jártunk, ugye akkor egyszerűen leírtam, hogy hány beceneve van, és 34-ig jutottam. Tehát ez a fajta végtelen világ, ami megnyílik, ha egy szerelmes szív egy másikkal találkozik. Na most Chopinnél a másik az tulajdonképpen a zongorája volt. Nem volt szerencsés igazán szerelmi kapcsolataiban, de ennek az egyik oka lehet az, hogy annyira szerette a zongorát. És esténként, amikor már a külvilág zajai elhalkultak, akkor odaült és szeretettel simogatta a zongoráját, együtt élt vele, és hozta létre, és ajándékozta nekünk a kottáiban azokat a csodálatos dallamokat, amiért mondhatnám Liszt Ferenc szavaival, hogy érdemes élni és égni. A titok abban van, amit Hegedűs Endre maga a szépség szolgálatának nevez. Szeretettel osztja meg azt a túláradó örömöt közönségével, ami nála túlcsordul. Ez azt jelenti, hogy az emberek arra vágynak, hogy boldogok legyenek. A boldogságnak a leíratát könyvtárak ugye tartalmazzák, művek ezrei és tízezrei, még senki sem tudta pontosan megmondani, mit jelent. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szeretni tudás, hogy képes legyen valaki szeretetet adni, és hogy szeretetet is kapjon. Na most a szeretetben, ha az igazi, ott nincs mellébeszélés, ott őszinteség van. És a szeretet az nagyon könnyen kap sebet is. És Chopinnél ezt is érezzük. Nagyon könnyen megsebződik az ő szíve, de ha megsebződik, akkor én szoktam hasonlítani a tenger mélyén ott heverő kagylókhoz, ugye? Hogy is van az, hogy mikor kinyitja a kagyló a héját, akkor esetleg belemegy egy homokszem. Visszacsukja, és akkor az ott elkezdi irritálni őt, és körülfonja azzal a csodálatos sejmes anyaggal, amiből lesz az igaz gyöngy. Na hát ez így van Chopinnél, hogy még a sírása is vigasztal. Még olyan embert nem láttam, aki elszomorodott volna egy Chopin mű hallgatása után, pedig van bőven szomorú műve, ma este is lesz. Meg is mondom a közösségnek, tegye fel a kezét, ugye, aki elszomorodott, senki nem fog jelentkezni. Ez valahogy oldja a mi szomorúságainkat, feszültségeinket. Ez egy olyan szuverén világ. Ugye a szuverén az uralkodóknak a jelzője, aki bármit megtehet. Ugye teljesen független. Hát Chopin a maga teremtette világban ilyen szabadsággal élt, de ezt mindig szeretettel tette.
azt mondanám el, hogy az én prioritásaim, mik a legfőbb dolgok az életemben. Első az, hogy mindent ajándékba kaptam. Az életet, a szeretetet, a zenét, a családomat, a szerelmi házasságomat, mindent az emberek szeretetét, mert körülvesz az emberek szeretete, hiszen szeretettel hallgatják a muzsikámat. Ezt a jó Istennek köszönöm. Tehát Isten az első helyen, második helyen ugye a család, és ezen belül a szerelmi házasságunk, ami szentségi, hiszen katolikusok vagyunk, magyarul a jó Isten tartja fönt, kettesben vagyunk, de hárman. Irigység, féltékenység kizárva. És akkor a harmadik, az pedig, ebben még beleférnek a gyerekek is természetesen, három gyönyörű felnőtt gyermekünk van, sőt három unokánk is van már, és akkor a harmadik helyen van a zene. Na most ez így ugye elég természetesnek hangzik. Csak hogy, hát ez hogy van? Hát egy zongoraművész az éjjel-nappal gyakorol, ugye? Nem. Nagyon sokszor az én gyakorlási vágyam, az hajótörés szenved, így mondom, mosolyogva és idézőjelben, azon, hogy a gyerekeim hívtak. Nekem nem volt soha gyakorló stúdió. Ott állt a zongora a nagyszobában, és a gyerekek ott voltak körülöttem. És azt mondták, papa, gyere, nem tudom összerakni ezt a legóházat, akkor én mentem. Igaz, hogy este aztán lefeküdtek, és ezért volt az, hogy én szinte egész életemben este 11-ig gyakoroltam, mert reggel, vagy este 7:30-tól már 11-ig enyém volt a terep. Chopin, ugye, ő is esténként tudott zongorázni. Napközben tanított, meg reprezentált, meg ugye írta a műveit. Na, hát szóval a legbüszkébb a házasságunkra vagyok, mert abból folyik minden. Hegedűs Endre 14 elismerésben részesült Magyarországon, melyek közül a Liszt Ferenc díj, a Magyar Köztársasági Érdemérem lovagkeresztje, a Budapestért díj és a 2014 márciusában kapott Kossuth díj a legkiemelkedőbbek. Európa számtalan városa mellett Ausztráliában adott koncertsorozatokat, Japánban eddig 83-szor, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában 27 alkalommal vett részt koncert és tanítási turnékon. India egy ősi, rendkívül színes, kulturálisan gazdag ország. Az előadó így nyilatkozott: ha egy mondattal kellene jellemeznem az országot, azt mondanám, hogy az ember napi szinten olyan dolgokat, embereket és szituációkat láthat, amelyekről azt hiszi, hogy ez nem a valóság. Ilyen a bolygónkon nem is létezik, és úgy érzi, hogy álmodik, vagy éppen egy filmforgatásba csöppent. Ezt az álomországot ismerhette meg közelebbről a Kultúrkortyok Szabad Egyetem hallgatósága a 2023-2024-es tanév első előadásán, amelyen Tromblai Tímea több olyan különleges indiai helyet is bemutatott, amelyek az UNESCO világörökség részei. A Babits Mihály Kulturális Központ sorozatának a Kultúrkortyok Szabad Egyetem ezévi első programján Tromblai Tímea tartott előadást. A bonyhádi származású utazó ezúttal az ázsiai körútjának első állomásáról, Indiáról adott beszámolót. Igazából elég spontán dolgokat szeretek, tehát nem volt ez igazából évekig tervezve, vagy hónapokig. Rengeteget utazom, próbálom megismerni a világot, és hát India azt hiszem egy csodálatos és különleges hely, ami nagyon gazdag kultúrában, és hát azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon érdekes lehet, én úgy gondolom. Tímea egy hónapot töltött el ebben az ősi, rendkívül színes, kulturálisan gazdag országban. Ez idő alatt 12 helyszínre sikerült eljutnia. Én azt gondolom, hogy legközelebb majd inkább egy éves vízummal fogok részt venni és beutazni az országot, mert talán így az 1%-át ráadtaksálnám azt, amit megismerhettem igazán, és ez nagyon kevés. De hát rengeteg gyönyörű emlék és helyszín
és világörökségi műemlék az, amit fel tudtam keresni. Az emberek, tehát az emberek közvetlensége és kedvessége az, ami nagyon sok szituációban ledöbbentett, és a segítőkészség, tehát az, hogy igazából nekik mi nagyon érdekesek vagyunk, különlegesek, európaiak, egy teljesen más kultúrából jövünk, és nagyon próbáltak megismerni, a közelembe jönni, és akár mindenféle kérdésekkel bombázni, közös szelfiket mindenhol kértek, rengeteg helyszínen, tehát talán egész Indiában több száz szelfi kering rólam, különböző családokkal, gyerekekkel, csoportokkal, és hát ez nagyon különleges, és egy nagyon pozitív élmény volt. Én nagyon szeretem Rajasthan államot, ebből Jaipurt, Jodhpurt és Udaipurt kerestem fel. Jaipur a rózsaszínváros, Udaipur a fehérváros, és Jodhpur a kékváros, és nagyon különleges helyszíneknek találtam, és hát mindenképpen Rajasthanba vissza fogok térni a jövőben. Az utazó úgy fogalmazott, hogy ha egy mondattal kellene jellemezni az országot, azt mondaná, hogy az ember napi szinten olyan dolgokat, embereket és szituációkat láthat, amelyekről azt hiszi, hogy ez nem a valóság, ilyen a bolygónkon nem is létezik, és úgy érzi, hogy álmodik, vagy éppen egy filmforgatásba csöppent. A mély szegénység az hatalmas, amivel találkozunk, viszont a kultúra és az érzelem gazdagság az meg kárpótol nagyon sok mindenért. Egy utazót, én úgy gondolom. Viszont ugyanakkor vannak olyan rétegek, akik ugye nagyon jó módban élnek. Tehát India a hatalmas ellentétek országa, és a nagy csillogás mellett ugyanúgy jelen van persze a mély szegénység is. A körutazás következő állomásai még nincsenek pontosan meghatározva, mondja az előadó. Én nagyon sok terv van az olyan, ami még nincs teljesen kibontakozóban. Ugyanúgy gondolkodom egy indiai kezdéssel visszatérni Ázsiába. Most egy más útvonalat bejárni Nepált esetleg, Indonéziát, amik nagyon érdekelnek, Tibet természetesen. De viszont ugyanakkor körvonalazódik bennem már egy afrikai körutazás is, ami talán 7-8 országot érintene. Bonyhádi vagyok, tőzsgyökeres Bonyhádi, de az elmúlt 20 évben nem éltem Bonyhádon, tehát 2020-ban a Covid alatt tértem haza és költöztem haza. Gyerekkoromban inkább csak vágytam rá, aztán eljutottam pár európai országba, először Dél-Amerikába, Venezuelába, ami ma már ugye nehezen megismerhető ország, az ottani problémák és szociális és humanitárius katasztrófa miatt. Aztán ugye, amerre vetett az élet, mindig próbáltam egyszerre a környéket megismerni. Az USA-ban éltem az elmúlt 5-6 évben, előtte Ausztriában, tehát mindig próbáltam sokat megismerni a környékből, a környező országokból, és amit különösen szeretek, azok a körutazások, én úgy gondolom. Közel 50 országban, de én azt gondolom, hogy a következő 5 évben ezt azért szeretném megduplázni. Tehát az elmúlt 2 évben jártam 29 országban körülbelül.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!